Joe Jumba, a kongói demokratikus köztársaságból. Politikai menedékjogot kért, a háborúzó lázadok általi üldöztetés indokával. Jelenleg átmeneti szálláson él. Afrikai barátja Írországban? Nincs. Ismer egy Erasmus nevű embert? Ő is kongói. Nem ismerem. Nem ismeri? Nem, mondtam. Erasmus bűnöző. Strici. Drogdíler. Maga több mint egy éve van itt. Mindketten kongóiak. Maga nem úgy néz ki, mint aki drogozik. Ebben a városban a drogüzletet hamarosan a nyugat-afrikaiak fogják uralni, mint maga. És mint Erasmus. Akik ültek ott, ahol maga, és ugyanezt mondták. Nem tudnak semmit. Nem ismernek senkit. Nős, egy gyerek. Felesége és gyermeke jelenleg ismeretlen helyen. Úgy véljük, Londonban vannak. Adja a kártyát. Ezt kötelező magával hordania. Az a kis műanyaglap jelzi, hogy az országban tartózkodhat, ahol az állam és az Európai Unió törvényei vonatkoznak magára. Ahogy mi ránk is. Munkát vállalni is joga van. Mindent megértett? Igen. Köszönöm. Országban tartózkodhat, ahol az állam és az Európai Unió törvényei vonatkoznak magára. Ahogy mi ránk is. Harcvonal. Magyar hangok. Jakab Csaba, Epres Attila, Barbinek Péter,
Solecki Janka, Kőszegi Ákos, Penke Bence, zene Patrick Cassidy. Fényképezte Volker Tittel. Írta és rendezte David Gleason. Semmit nem hallok. Nem tudom. Téves riasztás. Nyugalom, emberek, téves riasztás. Elnézést a zajhoz. Egy perc és rendbe hozzuk. A páncélterem. Rohadt riasztó. Van itt valami, amit le kell rendeznem. Egy perc és visszahívom őket. Ott álljon meg! Mióta dolgozik itt Joe? Egy hónapja. Hol képezték ki? Sereg? Rendőrség? Csak a társaságnál. Három napos tanfolyam. Milyen a munkája? Örülök, hogy van munkám. Jó, más nem is kell. Vigyázzon magára. Hülye nigger. Köszönöm. Minden itt van. Azt jó hiszem, lesz. Azonnal van. Továbbítom. Amióta maga itt van, Joe, még nem raboltak ki minket, úgyhogy lazíthat. Hello, Joe. Beszélhetnénk vele? Valami baj van? Ismeri őket? Családegyesítő vízummal jönnek az országba. Ma este érkeznek.
Nagyon rég volt, igaz? Hát én megyek is. Örülök, hogy megismertem Kala. Fogadj szót apának és anyának, rendben. Minden jót. Köszönjük. Nézze ki, Lézi. Ki tu? Ambao. Nya fanyika. Sisi tuko familia. Meski a Daniel. Mimi mbayako. Sisi tuko familia. Isasa. Csak álom. Almár, narancsot, körtétessék! Almár, narancsot, körtétessék! Mit adhatok aranyom? Elvettem egy banánt. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Viszlát. Köszönöm szépen. Csak nézem, hogy mennyi a nap. 2 euró. Na ezt nézd meg, fiacskám. Felhúzod és ugrál, mint egy igazi béka. Tetszik. Szabad? Persze, tessék. Nagyon szép. Velem mondod az imát? Miért imádkozol? Azért, hogy a rossz emberek ne találjanak meg. Ebben az országban vannak rossz emberek? Igen. Vannak. Elvisznek minket? Nem. Nem engedem. Megígéred? Megígérem. Mindig számíthatsz rám. Itt leszünk.
Mindig itt leszök veled. Akiket szeretsz, itt hordod. Ahogy a kedvenc zenédet, a fejedben hordod. Ezt ne feledd, senki sem bánthat. Soha. Viszlát. 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 Lepuffantalak, mint egy kutyát. Értetted? Megértetted? Meg. Egy. Kettő. Három. Elég a rohadt fotókból. Bocs az öcsém miatt. A mutter igyekezett. De nézd meg, mi lett belőlünk. Feltehetek egy személyes kérdést? Volt már valaha egy kötőtű bedugva a hímvesződbe, a húgyvezetékbe? Van férfi, aki élvezi, ha tárgyakat helyez a péniszébe, amikor izgatott. Először kicsiben kezdik, aztán fokozatosan egyre nagyobb tárgyak jöhetnek, amíg aztán egy idő után, ha már megedződött a hús, fel tudnak dugni egy síkosítóval neked kötőtűt. Teljesen. Nem túl előnyös portré. Jól áll az egyenruha. És most figyelj, van ott bent valami, ami kell nekünk. Segítesz megszerezni. És hogy miért segítesz? Nekem is van családom. Egy kislányom. Ha bármi történne vele, Jézusom, bekattannék. Te is így vagy vele? Ugyanúgy ragaszkodsz hozzá? Csak mert ahonnan te jössz, ott olcsó az élet, nem? Elmondom, hogy lesz. Holnap bemész dolgozni, mint máskor, de holnap éjjel, éjfélkor, a bankban. Kikapcsolod a riasztót és a kamerákat. Kinyitod a hátsó ajtót, és beviszel a széfekhez. Nem érdekel, hogyan csinálod. Tudod, mik ezek? Gondolom, sosem szorultál rá. Érdekes tabletták ezek. Ha elég sokat megetetnek veled, erekciód lesz, akár akarod, akár nem. Mesztelenül egy székhez kötözve nagyon, nagyon sebezhető vagy. És ha az a tű forró, júj. Azt mondom, visszakapod a családodat, de ha a zsarukhoz mész,
Mit gondolsz egy 8 éves srácra? Hogyan hadnak ezek a tabletták? Hallottad? A zsarukhoz mész? Éjfél. Intézd el. Azt mondta, hogy hányt? Nagyon úgy nézett ki. Látta beszállni a furgonba? Nem, éppen azelőtt szúrtuk ki, hogy kiszállt. Egész biztos benne? Ő az. Ez biztos. Mi dolga van Eddie Gilroy-jal? Tudjuk, hogy vele volt Joe. Na és őt? Látta már valaha? Legyen tisztában a helyzettel. Ha ismert bűnözőkkel tart fenn kapcsolatot, veszélyezteti a menekült státuszát. Ez jó alap arra, hogy visszavonjuk a státuszt, és hazaküldjük a családjával együtt. Vissza Kongóba. Mi a véleménye? A múlt héten 2 embert megöltek. Tudjuk, hogy ez a férfi a felelős. Mi dolga van vele? El kell mondania. Kérem, menjenek ki. Ha nem beszél, a legrosszabbat kell feltételeznünk. Hogy egy ismert gazfickó cinkosa. És talán bűnrészes gyilkosságban. Nem követtem el semmit. Nem tudok semmit ennek az embernek a dolgairól, sem gyilkosságokról. A családom már vár engem. Most elmehet. Nem akarunk bántani. Láttam, amikor ezt vette neked. Olcsó szar.
Jézus, mit csináltak veled? Állatok. Ebben az országban vannak rossz emberek? Igen. Vannak. Elvisznek minket? Nem. Nem engedem. Megígéred? Megígérem. Nem úgy van, ahogy hiszi. Oh, ne, ne, családom van, családom van! Mit kémkedik utánam? Nem kémkedek, esküszöm. Én néhány hete már itt lakom. Esküszöm, itt nincsenek szenzorok, nem mozgolódok. Senki sem tudja. Kirugott az asszony, nincs hova mennem. Kérem, kérem! Ne bántson!
semmit sem értek. De a zsaruk, hogyha elmondaná nekik, hogy elrabolták a feleségét és a fiát, akkor... Zsaruk? Túl kockázatos. Így még van egy kis esély. Mikor érnek ide? 5 perc múlva. Nem! Ne! Ne! Eresz ki! Eresz ki innen! Figyelj ide! Figyelj ide! Ha nem engedsz ki, a családom vére, a te lelkeden szárad. Sajnálom, sajnálom. Ne csináld! Ne csináld! Mikey! Sajnálom. Mikey! Egyedül? Igen. A kamerák? Kikapcsolva. Hol vannak? Ha minden oké, holnap reggel visszakapod az asszonyt és a kölyköt. Csak reggel? Nem, nem. Még ma. Azt nem te döntöd el. Az én bulim, az én szabályaim, világos? Mutasd az utat. Mutasd az utat! Te csak maradj itt. Egyszerre. 3, 2, 1. Most. Na, melyiket, Edi? A 20 eljelült. Ne, itt fent. Gyerünk!
igen. Tedd a földre. Gyere a pucihoz. Frankie nem hazudott. 2 milla jelöletlen kötvényben. Jó van. A többit is. Csináljátok meg. 2 millió bemutatós kötvényben mind itt van. Gyere. Ez az. Ezt nézd meg. Egy pillanat, várjatok. Hol a pasas? Jézus! Azt hiszem, kinyírta. Plank! Hol a faszban vagy? Pakoljatok, megyünk. Mi? Gyorsan. Neked annyi? Hallottad? Ébresztük, kelj fel a földre! A családod halott! Kibaszottul halott! Semmi bajom! Semmi bajom! Gyere! Már! Örök a francba, gyere! Kus legyen már! A fegyvert. És a táskát. Csak a tiédet. Dobd ide. A nő meg a kölyök még nálam van. Amikor elhozod őket, megkapod ezt itt. Őket akarom. Semmi mást. A többit tartsd meg. Hé! Jó van. Jó van. Jó. Menj! Hozd el őket! Menj! Most! Menj! Te őrültebb vagy, mint én. Holnap reggel, ahogy mondtam. Senki nem megy sehová. Reggel elviszem őket hozzá. Mennyire lesz friss azután, hogy egész éjjel fönt volt. Jézus, Uram Jézus! Hé! Hé! Hé!
Még nincs vége. Ó, szentséges Szűz Mária. Ha meglátják, akkor kész. Elrejteni nem tudjuk a kárt, az biztos. De elhúzhatjuk, hogy megtalálják. 17 éve hordom itt a szemetet. Felcsíptem egy-két infót arról, mi hogy működik. Látod ezt? Ez egy időzár. Ki volt még a széfnél tegnap este? Senki. Valaki csak bekapcsolta, és csak belülről állítható. Hát ránk ne nézzen! Beindult ez a vacak. Joe, telefonon keresnek. Halló? Mi az, Joe? Buli van nálad? Valaki beszélni akar veled? Halló? Daniel! Minden rendben? Igen. Megyek érted. Megyek és hazahozlak. Találkozzunk. Én kész vagyok. Tudod, kezdem megkedvelni őket. A csaj gyönyörű, igaz? A srác meg... Városközpont. Henry Street. 11:30. Egyedül. Halló, én vagyok, hogy vagy? Ó, nem, semmi, csak már régen beszéltünk, és... Riasztás az Európai Kreditbankból. Ott dolgozik Joe, nem? Bocsánat, mennem kell. Mi történt? Vaklárma, semmi. A páncélterem erre van. Mi a gond? Kizáródtunk a széfből. Nem nyílik. Kizáródtak? Csúszott az időzár. Teljesen lehetetlen. Átállították. Mi van bent? Az egész bank. Minden. Valami probléma van? A főnök vagyok. Joe. Két órát vársz. Aztán átadod ezt Harbison nyomozónak. Értetted? Csak Harbisonnak. Két óra, Harbison. Értettem. Menj meg a családodat! Menj! Menj már! Persze, hogy ott van. Nyitva van az ajtó. Mikey, odakint vagy! Mr. Yumba! Joe! Követem a St. Mary Street-en. Meddig tart még, amíg kinyitja? És kész. Nigger! Figyelj már, hova faszba mész? Engedjen. Nem mondtad, hogy bocsánat, boxos. Hagyd már, Carlo! Jézusom.
Csak figyelj. Hol vannak? Ne beszélj, csak figyelj. Elmondom, mit csinálsz. Az utca végén, ott az a kék furgon. Ide adod a táskát, én meg ide hozom a családodat. Ilyen egyszerű. Daniel hol van? Nem látom Danielt. Nézd csak, kiáll az ablaknál. Add a táskát. Csak bemész és elhozod a kölyköt. Ennyi az egész. Hé! Hey, Nigger! Na, bazd meg. Kinyírlak a picsába, te fekete köcsög! Most meghalsz! Kapd le! Egy nagy szar! Figyelj, haver, gőzöd sincs, mibe mászol itt bele. Nagyon súlyos hibát követsz el. Igen? Igen. Fekete Jackie, szürke kapucnival érzik az orra. Fegyver! Fegyver! Kapd el! Daniel! Daniel! Valami baj van, uram? Segíthetek? Egy kisfiú. A kisfiam nem látta erre. Nem láttam. Sajnálom. Daniel! 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 Azonnal álljon meg! Tudom, mint ment keresztül Kala. De segítenie kell, hogy megtaláljuk a fiát. Joe nem a férje. Igaz? Mondjál az igazat. Ha elmondja, segíthetek. Ha hazudott, akkor... Az együttérzés majd a híradóban. Viszlátott. Ha hazudott, biztos jó oka volt rá. Nem kétlem, hogy jó oka volt rá. Mindegyiküknek jó oka van hazudni, de nem lágyulhatunk el tőlük. Kíváncsi a történetére? Maradjon itt. Megtaláljuk. És ha megvan, majd meglátja, miféle ember. Ha nem beszél, felül kell vizsgálnunk a menekült státuszát. Tudja, hogy az mit jelent, ugye? Én segíthetek. Danielnek maga az anyja. Az anyja halott. Kicsoda, Jokala? Mondja meg valójában, kicsoda. Nem tudom. Kala maga fél. Fél tőle. Hagyjanak békén. Mit tett magával Kala? Hagyjanak békén. Mi történt magával Afrikában? Maguk nem értenek semmit. Maguk nem értenek semmit! Nézze meg ezt!
hagyja meg! Semmi baj. Nem ez semmi baj. Vigyázzanak rám. Huszonnégy óránk van. Ha csak azt megmondaná, hogy honnan jött, legalább kereshetnénk összefüggést. Így 24 óránk van. A Lendó törzsből való vagyok. Egy kis faluból jöttem, Észak-Kelet-Kongóból. Ott éltünk én, a férjem, a szülei és a két gyerekünk. Az ország háborúba sodródott. Ahol mi éltünk, oda nem ért el. Azt hittük, nem is fog. Borzalmas történetek jutottak el hozzánk. Borzalmasan féltünk. Sokan elmenekültek. De mi nem tudtunk. Nem volt hová mennünk. Áprilisban jöttek az emák, hogy megöljenek minket. A gyerekekkel elbújtunk, a férfiak nem. Ők ott maradtak, harcolni is. Ott maradtak, hogy feltartsák őket. De hiába túl sokan voltak. Fejszékkel, dátákkal, késekkel mindenkit lemészároltak, aki védeni akart minket. Aztán jöttek és bekerítettek. Megölték a gyerekeket a mezőn. Minket behurcoltak a faluba. Két nap és két éjjel csak a sikolyaink hallatszottak. Borzalmas, borzalmas sikolyok. Aztán megszűnt a sikoltozás. Megjött a Lendu milícia, de akkor már késő volt. Mert mindenki halott volt. Kivéve Danielt és engem. Elvágták a torkomat, és én elájultam. Amikor feleszméltem, Joe-t láttam. Megmentett, és megmentette Danielt. Joe is a faluban élt? Igen. Ott élt. Közöttünk, de nem közülünk való volt. Joe nekünk azt mondta, hogy zenész. Hazudott? Mondja el, Kala. Mondja el, amit tud. Nem lehet. Joe rossz ember, Kala? Nem, jó ember. Szeretem. Akkor segítsen neki. Nagy veszélyben van. Daniel is. Legalább azt mondja el, hogy kicsoda Joe. Megígértem neki, hogy nem mondom el. Van egy másik férfi. Ő is Kongóból. Erasmus. Ő tudja, hogy ki Joe. So
sasa wakati ya huna pahali pengine pakuenda. Umependuka kwangu. Nakuhitaji. Mtafute umumulana. Kwa nini nikusaidie? Kwa sababu tumeona mengi pamoja. Munyeshi heshima yoyote. Siwezi. Sheria ya mwembe. Kwa hivyo, umekuja kwangu. Huyo mwanamke akumpenda, sivyo? Mi vagyunk az új Európa. Nem nyúlhatnak hozzánk. Mit tehetsz egy néppel, amely már megjárta a poklot? Valaha tisztelted a pengét. És újra fogod, ha elhozom a fiút. Megismered őket? Találd meg őket, és meg lesz a fiú. Addig meg szerzek neked szállást. Elhozom neked a fiút. Nem. Csak azt mondd meg, hol van. Csak ennyit kell tudnom. Én hozom haza. Én magam. Igen. Ki van ott? Adja nekem Erasmust. Mit tud Joe-ról? Ismeri? A rendőrség különösen a bankfiú biztonsági őrét, Mr. Joe Jumbát szeretné kihallgatni. Kérik, hogy aki bármit tud az illető tartózkodási helyéről, jelentkezzen a helyi rendőrőrsön. Újra emelkednek az ingatlan árak. Hello, szépség! Mutassak valami szépet.
Hol vannak a kurva ruháim? Ezt még megbánod, hallod? Nem tudod, kivel baszakodsz? Hol a picsában vagy? Ki van ott? Ki vagy te? Ki van ott? Csak engedj el és elfelejtjük a dolgot, jó van? Nem ismerlek. Csak hagyj elmenni és elfelejtjük. Hol a fiú? Milyen fiú? Egy címet. Életben tartalak, hogy sokkal rosszabbakat tegyek vele. Erre szereke, kérem! Ezeknek a tablettáknak két kellene hozniuk. Neked is ismerős, ugye? Használjuk kreatívan. Vannak saját módszereim és szerszámaim, de a tiéd... Nagyon hatásos. Nem rossz egy fehértől. Mit teszi a férfi? Tán a feje, a szíve, valami más. Kérem, kérem, kérem! Csába, te szemét! Te állat! Majdnem eltörted az orromat, te mocsok! A táskát? Hol van az a balfasz öcsém? Hogy találtál ránk? Én itt. Hol van? Hol van Daniel? Eddie! Befelé! Daniel! Nyisd már ki ezt a kurva táskát. Mind megvan. Mind itt van, Eddie. Hallod? Gyere, nézd már meg! Daniel! Kurva életben, ezt nézd meg. Hallod, Eddie? Te győztél, öregem!
Nehéz vele dolgozni, ugye? Rendes pasas. Bezzeg, amikor elment a felesége. Az volt ám a munka. Egyedül él? Néhány hónapja. Nem hallotta? Nem. Nem mesélték? Micsodát? A fiát elveszítette. 4 éves volt. Elgázolták a házuk előtt. Meghalt. Istenem. Igen, nehéz. Egyetlen gyerek volt. Biztos nem könnyű összetartani a házasságot egy ilyen eset után. Kongó nem hasonlít semmire, amit ismernek. Én olyasmiket láttam, amiket legvadabb rémálmaikban sem tudnak elképzelni. Gyilkolás. 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 Maga részt vett a gyilkolásban? Igen. Hívjon ide egy igazságügyist. Igen, hívják csak ide. Jöjjön mindenki. Mind okulhatnak. Akkor mondja el. 2 törzs. Emma és Lendu. Jött az Emma milícia és megölte a népemet. Karddal, tűzzel. Én Lendu vagyok. Mi is öltünk. Sokakat megöltünk. Kellett. És Joe? Mi van Joe-val? A falujában találtam rá. Az emák után értünk oda. Amikor a föld vörös sárrá vált, és a vér patakokban folyt át a lábunkon. Joe már alig élt. Egy székhez kötve, a rengeteg halott között. Ütötték, megvágták, és kényszerítették. Végig kellett néznie, ahogy levadáztak és lemészároltak mindenkit. Öreget, fiatalt, nőket, gyerekeket. Mind lemészárolták, sőt rosszabb. És Joe-t kényszerítették, hogy végignézze. Megmentettük. Most lélegzik. De aznap meghalt. Akit kiemeltünk a székből, csak egy szellem. Hoztam neked zenét. Nem akarom hallani. A kedvemért. Hunyd be a szemedet. Hunyd be a szemedet és hallgasd. Meg fognak ölni minket. Megvédelek. Tudni akarják ki Joe valójában? Mondja el. Joe Pop. Pop? Joseph atya. A béke embere volt, jó ember. Aki megpróbálta összehozni a törzseket. Rávenni minket, hogy tegyük le a fegyvert. Kiszabadítottuk a székből. Az emák még ott voltak. Részegen. A vértől és öléstől. Mindegyiket megöltük. Joseph atya
mindazok után többé nem tudott hinni Istenben. Amikor felállt a székből, már megmérgezett szívvel nézte a világot. És mindenkit benne. József atya senkit sem kímélt. Sokakat megrémített látni, hogy mi lett ebből a jó emberből. Engem csak elkeserített. Bizonyossággá vált, amit mindig sejtettem. Hogy az embertől függetlenül a démon mindannyiunkban ott lakozik. És vár. A felszín alatt. Vár, hogy bosszút álljon. A halál mindenkiért eljön. De őt elkerülte. Köszönöm. Azt ígérted, sosem hagysz el.
Menj csak be. Menj! Már elment. De... Daniel, te tudod, hol van, ugye? Tiszta! Azt hiszem, jobb, ha kiürítjük a templomot. Intézkedjen. Vigyenek ki mindenkit, amilyen gyorsan lehet. Egy kis figyelmet kérek. Kérem, jöjjön velem. Jöjjön velem, hölgyem. Ön is kérem. Megtalált. Gondolom, most már tud mindent. Tudom, hogy maga pap. Tegnap még pap voltam. Egy faluban, mosolygó, boldog emberek között. És most itt vagyok. Sok ezer kilométer. És egy óceánnyi vér választ el attól az időtől. Nem értem, mi történt. Én megpróbáltam megállítani a háborút. És békét hozni. De nem tudtam. Helyette halált hoztam. És végül én is gyilkossá lettem. Próbáltam megállítani az öldöklést. Megpróbáltam. De nem tudtam. Mind miattam haltak meg. Menteni akartam. De csak kettőt tudtam. Csak annyit,
csak kettőt. Annyi sokból. Ne vádolja magát. Nem ismerem a borzalmat, amit átélt. De átérzem a bűntudatát. Mi mégis élünk, igaz? Jöjjön, Joe. Joe. Joe! Egy orvost! Azonnal egy orvost! Daniel, ne! Hagyja, gyere fiam! Nagyon fáj. Nem fáj. Daniel, én is hallom a zenét. Sajnálom, megnőttem. Utat kérünk! Engedjenek, köszönöm! Köszönöm, gyerünk! Gyerünk, utat kérünk! Utat kérünk! Nem reagál, elveszítjük! Próbáld újra! Jó, mehet! Csinált! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
Magyar szöveg Kövesdiné Lám Zsuzsanna és Kövesdi László. Hangmérnök Gyapjas Károly. Vágó Katona Edit. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkron a Szinetel megbízásából a Balog Mix stúdióban készült. A magyar szinkron készítő stáb ezt a filmet Selmeci Roland emlékének ajánlja.